Üdvözlöm Önöket, ez itt a Turmix 30. Ma találkozunk utoljára a magazin keretein belül, ugyanis elérkeztünk az utolsó adásunkhoz és évünkhöz, 2024-hez. Lássuk ebben az évben, mi történt eddig. Kezdjük az életképekkel. Thank you.
Január 5-én történt baleset az októberben átadásra került Vahot Sándor utcai hídon, amikor egy autós vélhetően nagy sebességgel haladva félrerántotta a kormányt és a korlátba csapódott. A sofőr nem sérült meg. A könyvtári hírmondók és a verstért programsorozat sikerei miatt a legrangosabb kitüntetésben részesítették a Gyöngyösi Vahot Sándor Városi Könyvtárat. A könyvtári minőségi díj egy örökös cím, amelyet azok az intézmények nyerhetnek el, amelyek valamilyen újítást hoztak létre. A díjat a Magyar Kultúra Napján vették át Budapesten. Az intézmény egyébként 2021-ben a minősített könyvtári címet is megkapta. Önálló intézményként működik ez évtől a Gyöngyösi Városrendészet, növekedett az állomány létszáma, bővült a 24 órás járőrszolgálatok száma, és a közterületi kamerák figyelése is folyamatossá vált. A Városrendészet munkatársai 2023-ban több mint 150 köztisztasági szabálysértés során intézkedtek, és több mint 5 millió forint bírságot szabtak ki.
A közös szolgálatok során 128 igazoltatás és 15 előállítás történt, emellett 47 esetben tartottak vissza és adtak át bűnözőket a rendőrségnek. A tavaly beszerzett drón segítségével pedig már több illegális hulladéklerakót is felszámoltak. Feladták az első leveleket, megkezdte működését az új 80-asi kisposta. A városrész 2022. novemberétől maradt postai szolgáltatások nélkül, az önkormányzat azonban úgy döntött, a Városgondozási ZRT közreműködésével és havi közel 1 millió forintos támogatással egy új helyen nyit postát. Én örülök, hogy ezen a pályán jött. Azt kívánom, hogy jó nagy forgalom legyen, sokat dolgozzanak a kolléganők, és tényleg az itt élők meg használják újra, ahogy megszokták sok-sok évtizeden keresztül. Az utcaemberét kérdeztük, hogy mit jelentenek a férfiak számára a nők, vagy hogy a nők miért szeretnek nők lenni. Hallgassuk meg a válaszokat. Ó, micsoda kérdés ez. Hát szeretek anyuka lenni, legfőképpen ezért szeretek feleség lenni, és szeretem a családomat, és ezért szeretek nő lenni leginkább. Hát ezért leginkább. Más válaszom most nincsen. Ez nagyon jó. Minden. Nőknél jobb nincs a Földön, meg remélem nem is lesz. Hát elsősorban azért, hogy ne legyünk egyedül, és ne irétlenkedjünk néha, mert azt tartják sokan, hogy a nőket csak arra tartjuk, hogy főzzenek, holott sokkal már jobb, értékesebb munkát se tudnak végezni, úgyhogy ez alkalommal tisztelem a nőket, illetve ebből a szempontból is. Nem tudom megfogalmazni. Szeretek, és kész. Mert lehetett szülni a gyerekeket, férjem van, a legjobb rolok a nőknek, nem? A legeslegfontosabb csak a hölgyek. Gyönyörűek, szépek, kedvesek, virágot lehet nekik vinni, úgyhogy első számúak a nők. A hölgyek. Szerintem nem csak egy nap kellene rájuk gondolni, hanem mindig. Miért szeretek nőnek lenni? Mert a nők anyák. És az a legjobb dolog a világon, ugye. Aztán igazából ez, ami nagyon fontos. Szerintem majdnem minden nőnek az anyaság, és az, amit az anyasággal megél, azt nem lehet elmondani. Elsősorban anyuka szeretek lenni, úgyhogy imádom a 6 éves kisfiamat, egyedül nevelem, úgyhogy meg nőnek lenni egy csoda. A boldogság, szerelem, hát a gyereknevelés, meg hát úgy minden együtt. Úgyhogy együtt a családalapítás, család megteremtés, stabilitás, ezek a legfontosabbak. Jó
Hivatalosan is átadták a Mátra vasút Gyöngyös Mátra Füred felújított pályaszakaszát ebben az évben. Az ünnepségen Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár azt mondta, a fejlesztés után bízik abban, hogy a régió turisztikai vonzereje nő, az eddigi utasszám pedig jelentősen emelkedik. A Mátra-Füredi pályaszakasz teljes felújítása során megerősítették a kőágyazatot és új vasúti betonaljakat építettek be. Magyarországon egyedülálló lehetőséget tudunk ezzel biztosítani. Sehol máshol nem tudjuk azt megtenni, hogy lerakjuk egy parkolóba az autónkat, fel kisvasutazunk egy helyre, onnan 11-néhány kilométert kirándulunk, egy másik kisvasúttal elindulunk, és visszajövünk ugyanabba a parkolóba, mint ahonnan elindultunk. Na, hát itt meg lehet ezt tenni. Ünnepélyes keretek között átadták a több mint 300 millió forintból megújult Berényi Haller Orci kastélyt. Az ötlet 2017-ben jött, hogy pályázat útján megújítják a kastély önkormányzati tulajdonban lévő részét. Nyolc bérlakást is kialakítottunk, 8 garzonlakást. Helyet kap benne fent az emeleten egy gyönyörű nagy terembe, és azt amelletti terembe egy nyugdíjas egyesületnek a székhelye. Ide költözik a Kékes Turista Egyesület. Az emeleten szintén két helységben majd a Baba Múzeum, Baba kiállítás, és régi vágyunk itt a földszinten megnyílik egy galéria. Átadták a Gyöngyös Város Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület új bázisát a Fuvaros utcában. A létesítmény a Városi Civil Alap 8,5 millió forintos, valamint a Gyöngyösi Önkormányzat 5 millió forintos támogatásával valósulhatott meg, emellett a város térítésmentesen biztosította a telket az építkezéshez. Egy nyerges vontatóval ütközött egy tehervonat a Dásnál ebben az évben. A mozdony az ütközés következtében kisiklott, a fülke szinte teljesen megsemmisült. A vezetőt feszítővágóval szabadították ki a gyöngyösi tűzoltók, majd mentőhelikopterrel szállították kórházba.
Elkészült egy új, állandó, nyitvatartó kerékpárszerviz állomás Mátrafüreden, az egyik helyi cég és a Gyöngyös Mátra TDM együttműködésében. Az új szervizpont minden nap, éjjel-nappal elérhető, így garantálva, hogy a kerékpárosok bármikor hozzáférhessenek a szükséges szervizszolgáltatásokhoz. A térségben egyébként közel 30 ilyen állomás található. Május óta már használható a Városkártya applikáció és kártya. A cél, hogy azonnal elérhetővé váljanak a helyeket érintő legfontosabb információk, és hogy közelebb hozzák a helyi vállalkozásokat a fogyasztókhoz. Az első 5000 applikációt letöltő vagy fizikai kártyát kiváltó lakos 2000 forint vásárlási kuponban részesüljön. Erre a képviselőtestület 10 millió forint összeget biztosított. Gyöngyös idén ünnepelte városság nyilvánításának 690. évfordulóját. A színes programok mellett a Szent Bertalan utcában elhelyeztek egy időkapszulát, amelyet 50 év múlva ásnak majd ki. Mindenről Nézőtér magazinunkban mi is megemlékeztünk. Nézzünk meg egy részletet. Igazi vásári hangulat, korzózó hölgyek, huszárok és lovasok. Egy délelőtre ismét 19. században találták magukat azok, akik Gyöngyös főterén jártak. Az esemény már hagyományos a városban, ez az év mégis különlegesebbnek számít, hiszen Gyöngyös idén ünnepli városság nyilvánításának 690. évfordulóját. Az egésznapos program során a látogatók megtekinthettek egy interaktív kiállítást, amelyen a város múltjában kiemelkedően fontos időszakok kerültek bemutatásra. A főtéren törökkori bajvívó bemutatót láthatott az érdeklődő közönség, részesei lehettek egy kuruc-labanc összecsapásnak is, valamint egy igazi lovagi torna hangulatát is átélhették. A színpadon felléptek a helyi néptánc együttesek, valamint a Meseházikó gyermekszínház növendékei is. A főtéren pedig kirakodóvásár, népi játszótér, kézműves foglalkozások és veterán autó bemutató is színesítette az eseményt.
Idén nyáron a Gyöngyösi strandon edzett a magyar férfi vízilabda válogatott. Az edző mérkőzéseket bárki megnézhette, és sokan kíváncsiak is voltak rá. Nézzük meg mi is. Rengeteg tényleg szeretet és törődés vett minket körül ezekben a napokban. Ezt nagyon köszönjük a Gyöngyösi úszodának, mindenki, aki velünk foglalkozott, a gyerekeknek, akik kijöttek. Úgyhogy nagyon meleg és családias hangulatban tudtunk edzeni. A nápolyi évek óta kitelepül a strandra, hogy nyári fergeteges adással készüljön önöknek. Nézzünk meg egy idei verkfilmet. Körjárat magazinunk forgatását nem várt esemény szakította félbe, ugyanis tábunkat és a rendészeket baleset érte. Egy rendhagyó őrjáratban vettünk részt, ugyanis forgatásunkat egy nem várt esemény szakította félbe. A reggel úgy indult, mint általában, Soltész Balást és Fecsó Attilát kísértük el ezúttal. Első dolguk a játszóterek és parkok nyitása volt. A kora reggeli órákban forgalmas a buszpályaudvar, így ilyenkor az ellenőrzés sem maradhat el, ám ezúttal mindent rendben találtak. A buszpályaudvar után a 80-asban járőrözünk, Balázsnak feltűnik egy zöld területen parkoló autó, amely szabályellenes, így egy kis cédulával figyelmeztetik, hogy a jövőben tartózkodjon a füvön történő parkolástól a kocsi sofőrje. Csörren a telefon, a Városrendészet kamerás központjából érkezik a jelzés, miszerint a Vargák terén egy férfi guberál, így arra veszük az irányt. Célba azonban nem értünk, ugyanis a városrendészeket és tábunkat a Platán és a Szövetkezet utcák sarkán baleset érte. Egy a stopptáblát figyelmen kívül hagyó sofőr csapódik a rendészeti autóba. Felkavaró felvételek következnek. Még jó, hogy a... Azt a... Fú. Jó vagy? Aha. Jó vagy? Jó vagyok. Kicsit tudok szállni.
Jól vagy? Aha. Jó vagy? Jó vagyok. Fejbe vágtalak? Nagyon? Bocs. Hogy a nem stop táblád van! Idén ünnepli 50 éves fennállását a Jeruzsálem úti tagovoda. Ez alkalomban szakmai délelőttöt tartottak a pedagógusoknak, mely során elsősegélynyújtási, logopédiai és új módszertani ismeretekre tehettek szert. Délután pedig ünnepséget tartottak az intézményben, ahol a nagycsoportosok műsorral kedveskedtek a meghívott vendégeknek, valamint elballagott óvodások léptek fel és kisfilmet is vetítettek az intézmény legfontosabb mérföldköveiről. A rendezvényt állófogadással zárták. Ez egy csodálatos évszám, egy kerek fél évszázad. 1974-ben átadott intézményről beszélünk. Tele-tele örömmel, gyermekkacagással, munkával, játékkal, de annál több munkával. Jelentősen kibővült a városrendészet szolgálati ideje, most már a hét minden napján 24 órában őrzik a város biztonságát a közterület felügyelők. Korábban heti 3-4 napon volt éjszakai szolgálat, november 1-től azonban folyamatos a szolgálat, és bármikor hívható a járőrszám. Köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt hónapokban és ma is. Remélem, számos nosztalgikus élményt tudtam felidézni önökben. Aki esetleg lemaradt volna bármelyik adásunkról, az továbbra is eléri majd YouTube csatornánkon. Isten éltesse a televíziót és azokat, akik szintén születésnapjukat ünneplik. Én Fehér Széles Nikolett voltam a Múlt Idéző magazinunkkal. Szép hétvégét, viszontlátásra!